Pontosan átérzem a helyzetet. Nekem is megvoltak a magam csalódásai. Egy kislány? Biztos megnézné még egyszer? Szóval dőljünk szépen hátra, és merüljünk el a kaliforniai autópályarendőrség csodás világában. Mi a gond, biztos úr? Nincs kint a telefonszáma. Vegy tiszta kokain. De le is tartóztathatnám, mert túl gyönyörű. Idióta! Ha nem talál valakit, aki helyettesíti Guillermo-t, kirúgom! Jaj, nekem! És mi lesz, ha nem találok? Mehetek vissza modellkedni Calvin Kleinhez? Nem szeretnék olyan lenni, mint a többiek. Nem szeretnék más lenni, mint a többiek. Csak lenni szeretnék. Hogy is hívták a rossz fiút a tromban? Á, mindjárt hülyét kapok. Utálom a Gimit, egyszerűen nem illek oda. Hát igen, ismerem ezt az érzést. Na jól van, öreg, most már tényleg kiborítasz. Lépés, rúgás, megvan? Azt hittem, csak simán lezúzzuk a szemét cápákat. 7 évnyi balett és 2 évnyi jazz balett nélkül kizárt. Az elejétől, emberek! Te meg cimbora, pihenj egy kicsit! Mikor rátaláltam, kóborkutya voltál. Megesküdtél, hogy ez titok marad. Kajáért leülök. Nem kell, köszi. Most mosattam le. Ne! Na fene. Meg vagyunk, uram? Hát közde nincs aprom, bocsi. Ó, hát semmi gond, grátis volt. Na, várj egy kicsit. Nem vagy éhes. Csak mert az asszony épp most csinálja otthon a fasírtot. Mennyei lesz. Udas Krisz, egy egész család fehér protestáns. Hey, Margaret, iszonyat ez a sonka. Lehet, hogy a sonkafőzés nem az erősségem, de legalább tudok civilizáltan viselkedni az asztalnál. Peti, mondtam már, hogy az anyád egy ribanc. Peter, tényleg igazán klassz, hogy ilyen lelkesen segítesz Krisznek, de azt az érmet neki egyedül kellene kiérdemelnie. Ki a tököm vagy, hogy nevelési tanácsokat osztogatsz? Ó, bocsánat. Jól van, úgy lesz, ahogy mondtad. Drágám. Bocs, de nincs egy kis aprója. Miért? Hogy vehess magadnak még egy piát? Miért nem kezdesz valamit az életeddel, mint ez a kutya? Ez én vagyok. Vagyis csak voltam. Igen, persze. Nem, ez tényleg én voltam. Ne gyere utánam, te veszett állat! Jól van, azt akarod, hogy megveszek? Legyen, akkor most megveszek. Ne, segítség! És egy griffint soha nem lehet leállítani! Töltés! Ön megmentette az életemet. Töltés! Helyi híreink. Kohó tikkasztó hőség bizarr hullámától szenved. Nem kéne a bizarr szót használnod, Diane. Néhányan sértésnek vehetik. Edd meg az apelyhedet. De minek? Így is elég bizarr vagyok. Nem kell! Mindnyájan mások vagyunk, Diane. Mindnyájan. Jogostom. Még itt a stúdióban is érezzük ennek a rekkenő hőségnek a hatásait. De bizarr úgy, hogy maradjanak otthon a hűvösben. Azt sem láttam az egyik bimbiért. Krisz. Ez egy borzasztó csúnya szó, hogy bimbi. Egyszerű, mint cukrot lopni egy csecsemőtől. Peter és Brian javítja a tetőt.